Lépjetek pályára velünk címmel kétnapos pályaválasztási kiállítást tartanak az Árpád Technikumban, ahol nem kevesebb, mint 36 különböző stand várja a fontos döntés előtt álló fiatalokat. A rendezvény kiemelten a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos tanulóknak szól, de széles kínálatot nyújt a 16-25 éves álláskereső diákoknak is. Tanárki Gábor főispán kiemelte, a pályaválasztás minden fiatal életében meghatározó esemény, mind a családok, mind a fiatalok, mind pedig az iskola vonatkozásában egy komoly kihívás. A fiatalok is ilyenkor várakozással teli érzelmekkel, érzésekkel tekintenek a jövő felé. Az ő életükben ez egy meghatározó mérföldkő, igaz, hogy még fiatalok, igaz, hogy még majdnem gyerekek, de már majdnem felnőttek, és rendkívül fontos, úgy gondolom, hogy a kormányhivatal ebben a lehetőséghez mérten segítséget nyújtson a pályaválasztásban, ezen kihívás leküzdésében, és hogy jó döntést hozzanak a fiatalok, a családok, a pedagógusok pedig segíteni tudják a fiataloknak a döntéshozatalát. Törő Gábor elmondta, a fiataloknak mindig azt tanácsolja, hogy olyan közegben tanuljanak, ahol fejlődőképesek lehetnek, jó közegben, és azt csinálják, amit szeretnek. A mai rendezvény az bizonyítja azt, hogy egyrészt fel van mérve a munkaerőpiac, mert ők is megjelennek itt, másrészt fel vannak mérve az iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok, így előséget segítjük azt, hogy egy 7-es, 8-as gyermek valóban megismerje azt a területet, amelyre úgy gondolja, hogy neki a legmegfelelőbb. Persze mindig előfordul, hogy az ember rossz irányba megy, de ha már van tapasztalata, elkötelezettség, akkor úgy gondolom, hogy időben tud váltani. Szombaton és vasárnap főként szakközépiskolák és foglalkoztatók segítik a pályaválasztást, de nagyobb cégek is megjelennek kiállítóként, amelyek amellett, hogy ízelítőt adnak a diákoknak az általuk alkalmazott technológiáról, ösztönözhetik is a szakmaválasztást.